Herman Otto emlékév, kulturális programokkal, kiállításokkal, előadásokkal mutatják be a magyar polihisztor életét. A test, a lélek és a szellem. Az egészségmegőrzésről tartott előadást Pap Lajos szívsebész a Senior Akadémián. Arc. Tematikus kiállítás nyílt a Jókai Iskola diákjainak munkáiból a Jókai Klubban. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Herman Otto halálának 100. évfordulójára emlékezik az ország. 2014-et a nemzetközileg elismert tudós emlékévének nyilvánították. Herman Otto nevéhez több mint 1100 tudományos munka fűződik. Ő alapította a Magyar Ornitológiai Központot, és az ő kezdeményezésére vált hivatalos ünnepé a Madarak és Fák Napja. A Nemzeti Környezetügyi Intézet célja az, hogy az emlékév során Herman Ottót egy új, kevésbé ismert oldaláról mutassák be. Itt a 12. kerületi magyar jakobinusok terén élt egészen haláláig az utolsó magyar polihisztor Herman Otto. Halálának 100. évfordulója alkalmából 2014-et a nemzetközileg elismert tudós emlékévének nyilvánították. Az emlékév a mai nappal indul és decemberig tart. 11 hónapon át túrákon, kiállításokon és ismeretterjesztő előadásokon keresztül emlékeznek Herman Ottóra. A cél az, hogy új oldaláról mutassák be a sokoldalú tudóst, mondta az emlékév ötletgazdája Vida Antal, a programsorozatot szervező Nemzeti Környezetügyi Intézet munkatársa. Annyira sokszínű Herman Otto, hogy nem is nehéz egy másik oldaláról bemutatni. Valójában nyilván vannak a sztereotíp oldalai, amit mindenki ismer, de egy hihetetlen gazdag életművel és egy elbűvölő jelenséggel állunk szembe, akit bármelyik oldalról megnéz, mindenhol azt fogja érezni, hogy Isten, igazából én is ilyen szeretném lenni. Rendszerezte Magyarország teljes pókfaunáját, megírta a magyar állattartás történeti összefoglalóját és szakszótárát, megalapította a Magyar Ornitológiai Központot, és az ő kezdeményezésére vált hivatalos ünnepé a Madarak és Fák Napja. Többek között ezek köszönhetőek a mintegy 1140 tudományos munkát jegyző Herman Ottónak. Az összes Herman Ottói szobrot, domborművet és emléktáblát rendbe tethetjük. Azon kívül, mivel sikerült megtalálni a szülőházát Felvidéken, Breznóban, szeretnék azt is megjelölni, és mivel sikerült újra felfedezni, hogy hol volt az a lakása, ahol az utolsó lakása, ahol meghalt, szeretnék azzal is azt is megjelölni egy emléktáblával. Mindenféleképpen Miskolcon szeretnénk nagy rendezvényeket tartani december 27-én, halálának a napján. És nagy kiállítások lesznek a hazai múzeumokban, biztosan a Természettudományi Múzeumban. Ugyanez a kiállítás végigvonul Magyarországon több helyszínen, és tervezünk egy még nagyobb kiállítást a Nemzeti Múzeumban őszre. Az emlékévet Herman Otto halálának 100. évfordulóján december 27-én zárják, egykori lakóhelyével szemben a vérmezőn. Az eredeti határidőnél jóval korábban beteltek a helyek a nagycsaládosok és a fogyatékossággal élők számára meghirdetett üdülési helyekre, ezért a pályázatokat lezárták. Az Erzsébet programban kijött szociális üdülési pályázata mintegy 43 ezeren, a fogyatékossággal élők számára biztosított pihenésre pedig 6 ezeren jelentkeztek. A Nemzeti Üdülési Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy sok helyen még nyitva állnak a lehetőségek, így többek között 6 sporttáborba, a zenei és népi mesterségek táborába, a horgásztáborba és a napközi Erzsébet táborba is várják a jelentkezőket. Az Erzsébet programban idén 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre, ezt az Erzsébet utalvány forgalmazásának bevételéből finanszírozzák. Megújulnak az öltöző, nagyobb lesz a baletterem, a tűzajtó bővítésével pedig akár már 2400 fős rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz a MOM Sportközpont. A felújításoknál fontos szempont a családbarát környezet kialakítása, mondta Burani Csildikó, a MOM Sportközpont ügyvezető igazgatója. Tavaly januárjában döntött arról a hegyvidéki önkormányzat képviselőtestülete, hogy az önkormányzat újonnan alapított saját cége veszi át a Csörsz utcai sportcsarnok üzemeltetését. Erre azért volt szükség, mert a házat elhanyagolta a korábbi üzemeltető. Buda legnagyobb 13 ezer négyzetméteres sport, szabadidő és rendezvényközpont vezetésére Buranics Ildikót kérték fel. Az elmúlt egy év alatt 4 millió látogatója volt a háznak, több nemzetközi sportrendezvénynek adott otthont, valamint jelentősen nőtt a szolgáltatás minősége.
minősége és színvonala is. Most az úszoda öltöző kabinjait újítják fel, a családoknak külön kabinokat alakítanak ki. Március 1-e és december 31-e között 4 millió vendéget láttunk, vendégül itt az úszodában legalábbis, és az öltözők nagyon jelentős mértékben elhasználódtak. Szükséges az zuhanyzók átalakítása, így nekünk át kell szervezni a ház életét az átalakítások alatt, hiszen nem szeretnénk bezárni. Itt szakaszos felújítások lesznek a férfi és a női öltözőt tekintve. Kialakítunk mind a két oldalon egy-egy kabint, ahol a kisgyerekkel érkezők is tudnak öltözni, és majd utána a saját szekrényükbe el tudják helyezni a ruhákat. Nagyon sok olyan újításunk van, ami kifejezetten a családok érdekeit szolgálja. Ilyen volt, amikor a Tammedence környékét a gyerekeknek tetsző módon kidekoráltunk, és igyekszünk ezt a minimalista stílusú létesítmény hangulatában is közelebb hozni a családokhoz. A következő hetekben a balettterem befogadó képességét is jelentősen megnövelik, mondta Buranics Ildikó, a Momsport ügyvezető igazgatója. A balettterem 60 négyzetméterről 110 négyzetméterre kerül megnagyobbításra. Kialakítjuk az őrfülke helyén a fodrászatot, aminek valószínűleg az itt ide látogató gyermekeknek az édesanyukái fognak örülni, vagy a nagyszülők, hiszen nagyon sokan várakoznak itt tücsörögve addig, amíg a gyerek bent sportol. Lesz még egy 17 négyzetméteres, akár kozmetika céljára is használható helyiség. Ahhoz, hogy minél több rendezvény kibérlésére alkalmas legyen a sport és szabadidőközpont, bővítik a tűzajtókat is. Így akár 2400 fős rendezvények helyszíne is lehet a későbbiekben a Momsport. A tűzajtó bővítésekkel azonban mi már nem csak 1470 főt tudunk leültetni, vagy esetleg koncertrendezvényen 1800 főt fogunk tudni befogadni, de 2300-2400 fős rendezvényeket is bonyolíthatunk. Azt kell tudni, hogy például a könnyűzenei eseményeknél 2000 főtől számít már nyereségesnek, így vonzóbbá válunk a koncertszervezők számára is ezt az átalakítást követően. Buranics Ildikó hozzátette, a munkálatok folyamatosan zajlanak a létesítményben, de igyekeznek úgy összehangolni a fejlesztéseket, hogy ne okozzanak kényelmetlenséget a vendégeknek. Drágábban tankolhatunk a benzinkutaknál szerdától, bruttó 3-3 forinttal emeli a gázolaj és a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. Ezzel a benzin átlagára 405-406 forintra, a gázolajé pedig 423-424 forintra nő. Az üzemanyagárak legutóbb egy hete emelkedtek, akkor szintén bruttó 3-3 forinttal. A benzinár 2012 április elején érte el a csúcsát, akkor egy literért átlagosan 451 forintot kellett fizetni. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. A szellemi aktivitás megőrzésével az időskori betegségek megelőzhetők. Erre hívta fel a figyelmet a világhírű szívsebész Pap Lajos, aki az egészségmegőrzésről tartott előadást hétfőn a Senior Akadémián. A Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kara szeptemberben indította útjára a programsorozatot, amelynek keretében minden héten ingyenes ismeretterjesztő előadásokat kínál az 50 év feletti korosztálynak. A betegségek elkerüléséhez a test, a lélek és a szellem egységére van szükség. Erre különösen időskorban kell odafigyelni, mondta Pap Lajos, világhírű szívsebész a Senior Akadémián. Teltházas előadásában elsősorban arra hívta fel a figyelmet, az egészség nem csak a fizikai állapoton múlik. Az egészség megőrzése nem más, mint a mindennapos testi, lelki, szellemi munkánk elvégzése. Ha bárki bármelyik területen lusta, mert nem tudja legyőzni a testi fájdalmát, nem tudja legyőzni a lustaságát, nem tudja legyőzni azt, hogy a lelkét a sok külső körülmény befolyásolja, akkor megbetegszik.
A Széchenyi díjas szívsebész nem először járt a hegyvidéken. A 70-es évek végétől közel 14 évig dolgozott a Városmajori Szív- és Érrendszeri Klinikán. 2008-as nyugdíjba vonulása óta ugyan nem műt, de a gyógyítás továbbra is fontos az életében, ezért rendszeresen tart előadásokat az egészség megőrzéséről országszerte és a határon túl. A Senior Akadémián ezúttal az 50 év felettieknek adott tanácsokat. A legjobb szellem megőrző tevékenység, bármennyire hihetetlen, ugyanaz, mint 6 éves korunkban tanulni kell, memoritereket, verseket kell tanulni, számtan feladatokat megoldani. A testnek pedig a legfontosabb egészség megőrző útja a rendszeres 4, 5, 6, 8, 10 óra mozgás. A lélek pedig akkor kapja meg az egészséget, ha az örök szellemhez kapcsolódunk és betartjuk az ő törvényeit. Ez ilyen egyszerű. A Senior Akadémia következő előadását február 10-én hétfőn dr. Berkes István sebész tartja az ízületek időskori karbantartásáról. Jóval elégedettebbek a magyarok, mint korábban, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal szubjektív jólétet vizsgáló kutatásából. A felmérésben az élettel való általános elégedettségre vonatkozó kérdésre a 10-es skálán 6,15 pont volt a válaszok átlagértéke. A korábbi vizsgálatok szerint a magyar társadalom a legreményvesztettebbek, legpesszimistábbak közé tartozik az Európai Unióban. A mostani kutatás viszont ennek némileg ellentmond. A vizsgálatot 2013 második fél évében az Európai Unió minden országában elvégezték, de az eredményeket csak később összesítik. Immár 6. alkalommal mutatták be tematikus alkotásaikat a Jókai Iskola alsó és felső tagozatos diákjai a Jókai Klubban. Az idei kiállítás témája az arc. A tanulók ezt dolgozták fel a legkülönfélébb technikákkal. A kiállítás február 24-ig tekinthető meg. Arc újságpapírból, arc növényből, mozaikból, agyagból, de láthatunk CD-re rajzolt fejecskéket is a Jókai Iskola diákjainak kiállításán a Jókai Klubban. Immár 6. alkalommal nyílt meg a Jókai Mór Német Nemzetiségi Iskola tanulóinak tematikus kiállítása. Az idei tárlat témája az arc. Nálunk van egy művészeti tagozat az iskolában, és mindig szerettük volna valamilyen módon megmutatni magunkat és az alkotásainkat. Voltak próbálkozások házon belül, de amikor a Jókai Klubnál megkaptuk ezt a lehetőséget, az egy plusz nyitás volt, hogy nem csak a mi gyerekeink, szüleink, hanem akár a környék lakói is megismerhetik munkáinkat. Így indult ez 6 éve. A Jókai Iskolából mindenki élhetett a kiállítás lehetőségével. A diákok rajzórán és kézműves műhely munka során készültek erre az alkalomra. Az iskola igazgatónője elmondta, bízik abban, hogy a gyerekek a későbbiekben nyitott szemmel és tisztelettel fogják nézni mások műveit. Talán ez egy olyan nevelési lehetőség, hogy ők majd, amikor bármilyen kiállításra később elmennek, egy kicsit komolyabban, egy kicsit nagyobb tisztelettel, megbecsüléssel nézik azokat az alkotásokat, legyen az kortárs művészet, vagy akár több ezer éves alkotás. Mindenképpen büszkébben nézhetnek rá régi vagy kortárs alkotóra a saját műveik mellett. És szerintem méltán dicséri az ő kezemunkájukat is, hogy mennyire kis ügyes alkotók. A felkészítő tanárok mellett Szalma Ágnes rajztanárnő is sokat segített a gyerekeknek az alkotások elkészítésében. Többféle technikával is találkozhatunk a kiállításon. Mozaikokkal, festéssel, rajzolással, agyagfigurákkal. Szalma Ágnes elmondta, fontos a változatos technika megismertetése a gyerekekkel, mert így jobban bele tudnak mélyedni a munkába. Az élményszerűvé teszi a munkát, hogyha egy olyan technikával találkozik, amikor a technika kicsit jobban lenyűgözi, mint maga a téma, és akkor hajlamos így belelendülni a munkába. Kétféleképpen dolgoztunk, tehát volt, hogy nekik lehetőségük volt arra, hogy valamiféle ötleteléssel együtt kitaláljuk, hogy mit is fogunk csinálni rá. Volt olyan, hogy egy gyűjtést mutattam nekik, és akkor abból kiindulva tovább tudtak már dolgozni egy készen kapott tájékozódás után. És volt olyan, hogy konkrét feladattípust kellett megoldaniuk az adott témával kapcsolatban. Az Arc című kiállítás február 24-ig tekinthető meg a Jókai Klubban.
Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!